Ha figyelembe vesszük azt, hogy a világon most Paul Rayégnek a legújabb adatai szerint a kulturális kreatív tudatossággal rendelkező emberek aránya 35-40% körül van, akkor hogy azt is meg kell értenünk, hogy a maradék 65-70% még mindig a régi tudatossággal rendelkezik. Azaz még mindig egy óriási embertömeg van, akinek a számára a pénz és a hatalom rendkívül fontos, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a kettőt megtartsa, illetve e felett a kettő közül felett az irányítás az ő kezében legyen. Azaz, mondhatnánk úgy is, hogy ennek a kétfajta módon globalizált világnak a felépítése párhuzamosan folyik. És ahogy a kulturális kreatívok által elindított kezdeményezések, a részvételi demokrácia, az etikus bankok, az összes többi olyan közösségi kezdeményezés, mint szociális vállalkozások és civil szféra ugyanolyan nyíltan és mindenki számára láthatóan módon történik, mint ahogy a politikusok a saját hatalmukat és a másik 60% a saját hatalmát megpróbálja tartani. Tehát semmi meglepő nincs abban, hogy miközben a világkormányt, a világbankot és a világpénzt teljesen világosan szervezik, ez azért van, mert az ő tudatosságuk az pillanatilag itt tart, és ők úgy gondolják a saját tudatosságukkal, hogy az a helyes, ha diktálnak az embereknek. Miközben a másik tudatossággal rendelkező tömeg meg úgy gondolja, hogy a saját maga világát építi fel azzal a tudatossággal, azokkal az értékekkel, amiket ő helyesnek tart. Azaz, mind a két világnak a szervezése nyíltan, jól átlátható módon itt van a szemünk előtt, de csak azok a szemek előtt, akik nyitottak és hajlandók észrevenni azt, ami ott van előttük. Mert sajnos, ahogy az elején is mondtam, az a helyzet, hogy ma az értékeknek a válsága van, az eddig öröknek és megváltoztathatatlanak tűnt dolgok, például, hogy egy politikus mindig a népének az érdekében dolgozik, azok már összetörtek, és szemmel láthatóan nem valósak, ezt ma még nem mindenki akarja megérteni. Sokan vannak, akik inkább behunják a szemüket, és ne azt mondják, hogy nem, ez nem lehet igaz, pedig ott van. A politikusokat nem szabad bántani. Ők csak azt teszik, amit tenni tudnak, ami az ő helyzetükből, beállítottságukból, illetve kultúrájukból adódik. Nekünk nem az a feladatunk, hogy harcoljuk ellenünk. Nem az a feladatunk, hogy legyőzzük őket, hanem minden erőnket és energiánkat arra kell fordítani, hogy felépítsük a saját világunkat, felépítsük azt a saját globalizált világot, ami a mi értékeinket tartalmazza, és ha ezt mi megtesszük, akkor hamarosan azt fogjuk észrevenni, hogy a most hatalomban lévő politikusok is velünk együtt fogják építeni ezt a világot. A kulturális kreatívok az egy globális jelenség. Az az érték, amit a kulturális kreatívok vallanak, gyakorlatilag a Föld minden részén megjelenik, és egyre nagyobb százalékban van jelen. Azaz, a kulturális kreatív tudatosság elterjedésével egyfajta globalizáció valósulna meg, egy olyan globalizáció, amely ezekre az értékekre, az egyének önrendelkezésére és a saját szabad akaratból elhatározott együttműködésre épülne. Ezzel szemben az a javaslat, ami most a politikusok felől érkezik, egy másfajta globalizációt képzel el. Ez a globalizáció nyilvánvalóan továbbra is a jelenlegi és az egész emberiséges zsákutcából vezető hatalmi elitnek a hatalmára épülne, ők lennének ennek a világkormánynak a megalapítói, ők lennének nyilvánvalóan ennek a tagjai, és az ebből a fajta globalizációból származó minden haszonnak az élvezői is. Ami számunkra így most egyetlen egy lehetőség maradt, hogy feltegyük magunknak azt a kérdést, melyik fajta globalizációt akarjuk. Mert hogy valamelyik jönni fog, az biztos, mert a világ fejlődésének áramában az emberek együttműködése benne van. Csak a kérdés az az, hogy ezt az önrendelkezés jogunkkal élve mi saját magunk szabad akaratunkból határozzuk el, vagy pedig valamilyen hatalom ránk kényszeríti ezt. Az elmúlt évek súlyos társadalmi és gazdasági válsága, amit egy pénzügyi válság robbantott ki, rendkívül súlyos helyzetet teremtett. Ugyanis az emberek szeme előtt olyan dolgok fekszenek sérülten és összetörve, amelyet eddig öröknek, változtathatatlannak hittek, amire az életüket, a családjuk és a közösségük életét próbálták alapozni. Ezek a dolgok most ott fekszenek előttünk, és azt a kérdést teszik fel, hogy hogyan tovább, mert ezen az úton tovább nem lehet menni. Talán mindenki számára nyilvánvaló, azok számára is, akik nem kulturális kreatívok, hogy a politika és az őket támogató szakemberek egy olyan zsákutcába vezettek be minket, amiből nincsen kiút.
Nincsen kiút egyrészt azért, mert nem csak azt nem tudják, hogy miért kerültünk bele ebbe a zsákutcába, hanem azt se tudják, hogy hogyan menjünk ki belőle. A hatalmuk megtartása érdekében megpróbálnak olyan javaslatokat terjeszteni a választóik elé, amelyek a válság megoldásának a látszatát keltik. Az elmúlt hetekben egy ilyen javaslat terjedt el a világban, és számos felelős politikus nyilatkozott arról, hogy európai gazdasági kormányzás meg európai felelős kormányra lenne szükség, aki az összes európai ország ügyeit irányítaná. Nyilvánvalóan azok számára, akik ismerik az ilyen hatalmi gondolatokat, ez összecseng azzal, amit világkormány, világbank, világpénz néven már több felelős politikustól hallottunk, hiszen ez az európai kormány nyilván része lenne annak a világkormányzást gondoló szervezetnek, vagy tervező szervezetnek. Itt most az az érdekes kérdés merül fel, hogy hogyan viszonyul ez azokhoz az értékekhez, amit a kulturális kreatívok vallanak. Ha a kulturális kreatívokban van elegendő energia, kitartás és hit abban, hogy a világnak olyannak kell lenni, mint az ő értékeik, akkor olyan lesz. Ha viszont ez a kitartás és hit nincs meg bennük, ha nem tesznek a saját értékeik megvalósítása érdekében, akkor nyilvánvaló, hogy a másik oldal fogja a világot formálni, mert ő már évezredek óta hozzászokott ahhoz, hogy a saját hatalmát, a pénz és a gazdaság feletti uralmát hogyan tudja megtartani. Tehát azon az oldalon nincsen kérdés, hogy most ő a világot így vagy úgy szervezik. A kérdés igazán azzal van, hogy mi, a kulturális kreatív értékeket és tudatosságot valló emberek, azok képesek vagyunk-e tenni a saját világunk érdekében. Ha nem, akkor a másik világ fog megvalósulni.